Tippek és trükkök az online dokumentumok közötti kereséshez és azok testre szabásához. Keresésünket az Egyetemi Könyvtár honlapjáról indítjuk, majd a menüsor alatt keressük meg az online forrásaink ikont és kattintsunk rá. Az egyablakos keresőbe bármilyen kulcsszót beírhatunk, például globális felmelegedés, ekkor népszerű keresőszavakat is ajánl a program, vagy konkrét kiadványokat. De ha tovább szeretnénk a keresést pontosítani, nyissuk le a kék keresési opciók fület. Itt látjuk, hogy akár tudományágakra is szűrhetünk. Ha azt szeretnénk, hogy teljes szövegű legyen a dokumentum, és olvashatjuk full textben, azt is kiválaszthatjuk. A frissebb kiadványokra vagyunk kíváncsiak, évet is megadhatunk, vagy akár nyelvet is be lehet állítani, és hogyha csak a könyvtár gyűjteményében szeretnénk keresni, pipáljuk ki azt is, majd kattintsunk a keresés gombra. Sokszor egy-egy kulcsszó keresésénél a beépített Research Starter modul alapvető magyarázatokat ad, akár egy tudományos Wikipédia, megmagyarázza a fogalmat, hasznos találatokra mutat, tehát ezt is felhasználhatjuk a keresés során. És mindig bal oldalt látjuk az aktuális keresésünket, ebből elvehetünk, vagy akár itt hozzá is adhatunk lent, tovább szűkíthetjük az évet, kiadványtípust választhatunk, vagy ha még mindig túl tág a fogalomkör, itt lehet a tárgykörre is szűkíteni. És hogyha gyakran keresünk egy-egy kifejezésre, akkor e-mailes regisztráció után bejelentkezve figyelőt hozhatunk létre. Ez megadott időközönként, amit mi állíthatunk be, e-mailt küld az új szakirodalomról, és ugye ezt nem kell nekünk folyamatosan figyelemmel kísérni, de megkattintva egy-egy konkrét találatot, itt láthatjuk, hogy az adatlapon mindig bal oldalt szerepel kék linkkel a teljes szövegű dokumentum elérés, jobb oldalt pedig az eszközök, hogy kinyomtathatjuk ezt a találati listát, elküldhetjük e-mailben magunknak, menthetjük akár saját mappába, vagy exportálhatjuk egy hivatkozás kezelőbe. További jó böngészést kívánok!